Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Minden évben és minden évforduló alkalmával emlékezünk a náci korszak borzalmaira. És minden adandó alkalommal emlékeztetünk is mindenkit ezekre a rémtettekre, annak érdekében, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő az emberiség történetében. Május 6-a a Roma Bátorság és Ifjúság napja. Ezen a napon 1944-ben több ezer férfi, nő, gyermek, fiatal és idős állt ellen a kivégző osztagnak. A roma holokausztról, a paraimosról évtizedekig nem beszélt senki. Aztán egy idő után maguk a romák is rájöttek arra, hogy szembe kell nézni népünk súlyos örökségével, és minden évben fontos megemlékezni a sokáig elhallgatott tényekről. 2006-ban az Európai Roma Fórum az egyik koncentrációs táborban tartott találkozóján a Bátorság és Roma Ifjúság napjává nyilvánította május 16-át. Ma már merünk beszélni azokról a fájdalmakról, amiket hozzátartozóink, felmenőink átéltek a koncentrációs táborokban. Sokan átélték, de túl nem élték. Nem romák voltak, nem zsidók voltak, emberek voltak, akikkel nem történhettek volna meg ezek a szívszaggató borzalmak. Tények azok, hogy 1944-ben, május 16-án a cigányúr lágereket le akarták rombolni, az étábor lakóit el akarták gázosítani. A barakokban élők egy lengyel politikai fogolytól, Joachim Mowskitól tudták meg, hogy ezen a napon halálba küldik őket. A cigánytábor lakói a tervek szerint gongszóra vonultak volna a halálban. Amikor azonban május 16-án megszólalt a gong, egyetlen egy cigány sem mozdult meg. Bilincsekkel, láncokkal, ásókkal, késekkel, szerszámokkal, kövekkel felfegyverkezve szembeszálltak a géppisztolyos SS katonákkal. Miután ilyen ellenállásra senki nem számított, felhagytak a május 16-ai tömeggyilkos terveiktől a nácik. Több mint 6000 ember szállt szembe a fegyveres erőkkel. Ellenálltak, bátrak voltak, alapvető jogokat akartak, semmi mást nem akartak, csak élni. És igaz ugyan, hogy az étáborok addig együtt élő lakóit szétválasztották, és időkérdése volt számukra a haláluk időpontja, de akkor megmenekültek. És tanúbizonyságot tettek bátorságukról, élni akarásukról. Hősök voltak, akikről nem csak megemlékezünk minden évben, de példát is mutatunk velük a társadalomnak. Nem könnyű elődeink történetét évről évre felidézni. A népünket ekkorért veszteség fájdalmat okoz, és megrendítő szembenézni a kor borzalmaival. De úgy gondolom, hogy a Roma Bátorság és Ifjúság napja évről évre alkalmat ad arra, hogy kifejezzük, az élet erősebb, mint a halál, nekünk, az utódoknak tovább kell lépnünk, tovább kell mennünk, és meg kell mutatnunk, hogy népünk sokszínűsége nem elvész, hanem hozzáad a világhoz. Ma már remélhetőleg mindenki tudja, hogy az antiszemitizmus és a rasszizmus veszélyezteti a társadalmunk megfelelő működését. A II. Világháború során pusztító politikai fanatizmusnak és kegyetlen ideológiának több százezres egyes beszélések szerint másfél millió roma esett áldozatul, de összességében több millió ember életét oltották ki. Ártatlanok voltak mindannyian. A cigányság által átélt embertelen megaláztatásra és a méltánytalanságra mondott nemet több ezer ember azon a napon, 1944. május 16-án. Bátrak voltak mindannyian. És nemet mondunk most is a cigány ellenességre. Nemet mondunk az antiszemita, rasszista eszmék jelenlétére, ahogy nemet mondtunk a judapestező képviselőjelöltekre is. Nem akarunk többé roma gyilkosság sorozatot, nem akarunk magyar gárdát, és nem akarunk gyűlöletbeszédeket. És nem akarjuk azt a Jobbikot sem, ami napjainkban a szocialistákkal kéz a kézben készül a 2022-es választásokra, pedig nem is olyan régen még cigányellenes megnyilvánulásaikkal
megbotránkoztattak meg minden jóérzésű embert. Nem akarjuk őket sem. És jó, hogy ma Magyarországon a jelenlegi kormánynak köszönhetően alaptörvény védi a nemzetiségek érdekeit és értékeit. Valamennyi nemzetiséghez hasonlóan így szabadon vállalhatjuk, őrizhetjük, örökíthetjük utódainkra, önazonosságunkat, sokszínűségünket. A mai napon emlékezünk tehát a bátor hőseinkre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm szépen! Kondrát Károly, államtitkár úr kíván válaszolni. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt szószóló úr. Legelőször is szeretnék köszönetet mondani ezért a napirend előtti felszólalásért, azért a felszólalásért, amelyben a Roma Bátorság és Ifjúság napjára 1944. május 16-ának roma hőseire emlékeztetett bennünket itt a Magyar Országgyűlésben, és emlékeztetett a roma holokausztra, arra a szörnyűségre, amely soha ne történjen meg, és soha nem történhet meg. A nácik és más rezsimek becslések szerint 500 000 romát öltek meg az egyes országokban, a népcsoport több mint 80%-át elpusztítva. Egyetlen éjszak alatt 1944. augusztus 2-a, 3-a éjjelén 2897 romát, többségükben nőket, gyermekeket és időseket öltek meg az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborban. Kevesen tartják számon, hogy a romák nem csupán elszenvedői voltak az eseményeknek, de hozzájuk kötődik a lehetetlennek tartott ellenállás egyik nagyszerű példája is. Úgy, ahogy szószóló úr említette és emlékeztetett bennünket, nem engedelmeskedtek a parancsnak, kövekkel és botokkal, a pricsekből kifeszített húsánokkal, ablakból kitört üvegcserepekkel, mindennel, amiből fegyvert lehetett faragni, védekeztek a támadóik ellen. Az elfeledett holokausztként emlegetett roma népirtás évtizedeken át egészen 1982-ig kimaradt a történelmből. Ekkor Nyugat-Németország elismerte ezt a rémtettet, ma már az egész emberiség ellen elkövetett bűnként tartjuk nyilván. Az Európai Roma Fórum 2005-ös megalakulásakor javasolta, hogy május 16-át a bátorság és a roma ifjúság napjaként ünnepeljük világszerte, hogy ne csupán az áldozatokra való emlékezés, de a cselekvés és az ellenállás is szimbolikus érték legyen. Az Európai Tanács 2009-ben a roma holokausztot genocidiumként, népirtásként ismert el, és felhívta a tagállamokat arra, hogy az iskolában oktassák az ezzel kapcsolatos ismereteket. 2014. augusztus 2-án egy kézikönyvet jelentettek meg az Emlékezés joga címmel, mely tanárok és fiatalokkal foglalkozó trénerek számára nyújtott segítséget abban, hogy érthetőbbé tegye azt, ami történt, és annak az okait is megvilágítsa. Az Európai Parlament elismerte, hogy a II. Világháború alatt történt roma népirtás, deportálás és internálás történelmi tényét, és hasonló lépésre szólította fel a tagállamokat. A tisztelt országgyűlés, a fajüldözés a magyarországi roma közösségeket sem kímélte. Ma Magyarországon a mai kormánynak köszönhetően az alaptörvény védi a nemzetiségek érdekeit és értékeit. Valamennyi nemzetiséghez hasonlóan a romák is szabadon vállalhatják, őrizhetik, örökíthetik utódaikra önazonosságukat, sokszínűségüket. A mai napon, tisztelt országgyűlés, emlékezzünk a roma hősökre, 1944. május 16-ának hőseire, de emlékezzünk arra is, hogy a Magyar Országgyűlésben nem is olyan régen olyan megnyilvánulásokat, de nem csak az országgyűlésben, hanem az ország más területén is olyan megnyilvánulásokat tettek a Jobbik képviselői, amelyek félelmet kelthettek a roma közösségben, meg akarták félemlíteni őket, és cigány ellenes megnyilvánulásokat tettek. Ezért a mai napig a Jobbik nem kért bocsánatot, sőt, nem csak nem kért bocsánatot, hanem a 2022-es választásokra készülve összefogva a baloldallal, a szocialistákkal, a DK-val, a Momentummal, a Párbeszéddel arra készülnek, hogy kormányra kerüljenek, és ilyen megnyilvánulásokat tettek, amelyeket nem mondtak vissza a mai napig se, és a mai napig is félelmet keltenek a roma közösségbe. Tisztelt országgyűlés! A Magyarország kormánya megvédi a roma közösségeket. Ma emlékezzünk a bátor hőseinkre, 1944. május 16-ának roma hőseire. Köszönöm szószóló úrnak a napirend előtti hozzászólását.